Az ankéton elsőként Tálai András társadalmi elnök osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. A sportvezető elmondta, hogy a Gerda egy nehéz szezon tudhat maga mögött, ami az eredményeket tekintve elmaradt az előzetes várakozásoktól. A társadalmi elnök kiemelte, hogy ettől függetlenül a csapat célja továbbra is a dobogóra kerülés lesz, melyhez minden feltétel adott. Az egyesület anyagilag stabilan áll, és a téli átigazolási időszakban sikerült megerősíteni a játékos keretet. A csapat számára kitűzött cél, hogy a következő évben meghosszabbítsa majd a másodosztályú tagságát, amely az átszervezések miatt a 2013-2014-es bajnokságtól kezdve egy csoportos lesz. Tálai András hozzátette, hogy abban az esetben, ha az együttes bajnoki címet szerez, az egyesület továbbra is vállalja az első osztályú megméretetést. Szabados György vezetőedző véleménye szerint sikerült elvégezni a felkészülési időszakra eltervezett munkát. A csapat az alapozás ideje alatt lejátszott edzőmérkőzések első harmadában szépen és eredményesen játszott, majd a kemény fizikális felkészítés meglátszott a teljesítményen, hiszen az együttes tompább és enerváltabb volt ebben az időszakban. Az alapozás utolsó fázisában, ahogy fokozatosan csökkent a fizikai terhelés és a játék, valamint a taktikai elemek gyakorlása került előtérbe, érezhetően felgyorsult a játék, amely eredményességgel is párosult. Szabados György végezetül megkérte a szurkolókat, hogy akkor is álljanak ki a csapat mellett, ha esetleg nem játszik látványosan és eredményesen a Gerda, mert akkor van a legnagyobb szükség a drukkerek támogatására és biztatására. A vezetőedző beszámolója után bemutatkoztak a télen igazolt labdarúgók. A pályafutását Újpesten kezdő, majd az MTK Gárdájában folytató Kákonyi Dániel nagy reményekkel érkezett Mezőkövesdre. A 22 éves játékos középpályás poszton segítheti együttesünket. Hiszen kicsiként az Újpestbe kezdtem focizni, közel volt nagyon a focipálya, azért mentünk le oda. Egyébként apukám az egész család Fradi szurkoló volt, szerintem jobban őt volna ott pallérozódok, de végül is ez maradt. Újpesten utána, amikor megalakult a 89-es korosztály az MTK-nak, én egyből átmentem oda, három csapattársammal, csak én maradtam abból ott. Amit utána lekerültem a Gárdára, nem voltam két évig, fociztam együtt nagyon sok tehetséges játékossal, válogatott, akik most már jóval előbb tartanak, mint én, de szeretném neked így ilyenfajta meg beérni. Remélem ez a Mezőkövesdi, ide szerződtem, ebből mindenféle pozitív lesz a klubnak és nekem is, profitálunk belőle. Bemutatkoztál itt a szurkoló Jankiton is, viszont kimaradt egy nagyon fontos esemény, méghozzá 2003-ban 15 éves korosztályú csapattal nagyon komoly sikert értetek el. Igen, ez tényleg egy szép emlék, és fontos dolog. Hát megnyertük a Nike tornát, a Népliga, de volt a döntő. Azt hiszem a Fradit előztük meg pont az én gólommal. Kikerültünk utána a Finnországba, ott is igen eredményes voltam, 6 gólt szereztem a 4 vagy 6 mérkőzésen. Az első 3 jutott ki, és a harmadik helyet mérkőzésen ugyanaz én 11-esre jutottunk ki. Manchesterbe sajnos nem sikerült olyan jól, a 20 csapatos bajnokságból a 19-esek lettünk. Úgyis ott is 11-esekkel a legvégén, az már más így volt. Milyen terveid vannak itt Mezőkövesden, mit szeretnél eljárni? Ez egy jó kérdés, nagyon. Az a jösság, hogy van a klubnak is elképzelése velem kapcsolatban, meg nekem is van egy. Nem biztos, hogy ez összecsengő. Én szeretném, akármilyen csúnya hangozhat, és ez, amit mondok, ezt a fél évet arra hasznosítani, hogy fejlődjek, hogy ki még jobban játékban legyek, felkeltsem valakinek a figyelmét valami egyes klubnak, mert én úgy gondolom, már ott kéne tartanom, az lenne számomra a legelőnyösebb, ha ott tudnék játszani. Viszont szeretném a klubnak segíteni, és amikor a tervek elhangzottak, hogy dobogón végezzünk, abban nekem is állítás célnak tűnik, és ez keret megvan hozzá teljesen maximálisan. A 24 esztendő Szabó Ádám ősszel szintén a nyugati csoportlista vezetőjét, az MTK Gárdáját erősítette, de télen az első osztályú bajnoki cím egyik legnagyobb várományosához, a DVSC Teva együtteséhez igazolt 4 évre. A védekező középpályás a megegyezés értelmében egy fél évet tölthet el Mezőkövesden. Örülök, hogy így alakult, srácokkal ismerkedek, igazából probléma nincsen, mert ugye vannak volt csapatársaim is, meg jöttek is ugye velem együtt. Azt mondom, hogy egy hasonló játékrendszert képviselnek, mint az MTK-ba, úgyhogy ennek kifejezetten örültem, hogy ugye nem az elvágós, zsarabolós stílus jellemzi ezt a csapatot, hanem a sok passzos játék. Igazából így ebben nevelkedtem, és így a jövőben meg, ha ugyanezt mutatják meg, amit 3 nap alatt láttam, simán odaérhetünk az első 3-ba. Milyen benyomásaid vannak a csapatról az edzőmérkőzés alapján? Milyen erősségűnek ítéled meg a Gerdát? Ugye előbb is mondta, hogy szeretnek játszani, az nagyon fontos egy futballista életében, meg hogy az is, hogyha tud. Ugyanaz, hogy csináljuk a passzjátékot,
elkérjük, mozgunk, ezt nagyon erős, tehát a csapat erősségének tartom, meg az, hogy most a hétközi edzőmeccsen nagyon jól használtuk ki a helyzeteinket, tehát ez is egy jó dolog. Milyen céljaid vannak az elkövetkezendő fél évre? Hát egyrészt magamat utolérni, mert ugye fél évig sérült voltam, másrészt teljes erőmmel azon, hogy a mezőkövesre legjobban szerepeljen az NB2-be, és hát ugye odaérni a dobogó a legfelső fokára, bármennyi is nehéz, de megpróbáljuk. A bal hátvédként bevethető Kerényi Gábor Salgótarjánból érkezett városunkba, de korábban megfordult az Újpest, a Szolnok, valamint a DVTK együtteseiben is. A labdarúgó szintén jó lehetőségnek tartja a mezőkövesdi szerződést, és azon dolgozik, hogy a lehető legtöbbet tudja hozzátenni a csapat teljesítményéhez, illetve eredményességéhez. A szurkoló Jankiton szintén bemutatkozott Póti Krisztián, aki egyelőre próbajátékon szerepel Mezőkövesden. A korábban szintén az MTK együttesében futballozó védő és védekező középpályás, a Hajdúböszörmény, valamint a Győri Eto gárdájában is szerepelt. A fiatal, nagyon jó fizikai adottságokkal rendelkező játékos egy hétig lesz próbajátékon együttesünknél, a szakmai stáb utána dönt a sorsáról. A Burcsák Bertalan Nyíregyházáról tért vissza Mezőkövesdre, de jelenleg egy makacs talpsérüléssel bajlódik, így az ő csapatba kerülésének időpontja bizonytalan. A játékosok bemutatását követően a szurkolók osztották meg véleményüket a jelenlévőkkel. A gárda drukkerei a csalódáskeltő őszi szereplés ellenére bíznak a csapatban és abban, hogy előre tud lépni a hatodik helyről. A szurkolók a továbbiakban is teljes messzélességgel kiállnak az együttes mellett. Minimum az első három hely közé várom a csapatot. Erősítettünk, a fiúkat láttuk a felkészülési mérkőzésen, benne van a játékban. Mindenkiért harcol, a szurkolók, a játékosokért, játékosok a szurkolókért, úgyhogy hajrá Mezőköves Zsóri. Holnap rögtön egy rangadóval kezdi majd meg együttesünk a szereplését méghozzá Debrecenbe. Milyen eredményt vártok? Hát minimum 1-2, nem baj, ha 3-0-ra győzünk, de én 1 góllal megelégszem debreceni mérkőzésen, mivel még ott nem sikerült, hál' Istennek, a Debrecennek úgymond leigázni minket, úgyhogy minimum egy gólos győzelmet, de a 2-3 is benne van, ebben a csapatban benne van a 3 gólos győzelem is, úgyhogy csak így tovább, fiúk, gyerünk, hajrá! Tavaszi szezonból melyik mérkőzést várod a leginkább? Hú, én mindegyiket várom idehaza. Idehaza nem lehet pontokat elhullajtani, úgyhogy idehaza minden csapat ellen szerintem ott kell lenni a csúcson, és hozni a kötelezőt idehaza föltétlen. Hát nem baj, ha idegenbe is hozzuk, de idehaza föltétlen. Úgyhogy az első 3 helyre várom a csapatot, úgyhogy... Mindent bele, fiúk, hajrá Mezőkövest. Csak ezt tudom mondani, hajrá Mezőkövest, Zsóri. Szó esett még az esetleges új mezekről, melyről Bocsi Anna, a Mezőkövest Zsóriese ügyvezető igazgatója tájékoztatta a szurkolókat. A tervek között szerepel többek között, hogy az óvodás korosztálytól a felnőttekig bezárólag mindenki egységes mezben léphessen majd pályára. A jó hangulatú eseményt kötetlen beszélgetés és disznótoros vacsora zárta.